Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, Életvitel című műsorunk újabb epizódját látják. A mai témánk úgy gondolom, hogy mostanában nagyon népszerűnek mondható, és egyre többen vannak, akik elkötelezetté válnak az extrém sportok, akadályversenyek, futóversenyek irányába. Ehhez a témához hívtam ma vendéget, tartsanak velünk! A mai műsor vendége Margitit Zoltán, köszöntelek szeretettel, akivel úgy is tudok beszélgetni, mint aki folyamatos résztvevője ezeknek a típusú versenyeknek, mint versenyző, és már úgy is tudunk beszélgetni, mint az utóbbi esztendőkben egy ilyen típusú konkrét versenynek a megálmodója, szervezője, kivitelezője. Én nem is tudom, hogy honnan kezdjük pontosan, egy ember életébe hogyan férkőzik be egy ilyenfajta elköteleződés. Azt azért gondolom, hogy valami sporthoz kell, hogy közel legyen annak, aki egy ilyen komoly erőnlétet igénylő vállalkozásba kezd. Mindenféleképpen így van ez a történet. Én azt gondolom, hogy ez gyerekkorra vethető vissza, hogy az ember mennyire mozgékony, mennyire tud szaladni, vagy szeret szaladni is, és onnan mit hoz magával. A mai világban ez challenge jellegen működik mindenkinél, egyre többen vagyunk, vannak, akik ezt szeretnék, és úgy gondolják, hogy ilyenben meg akarják méretetni magukat, és én is úgy gondoltam, a sportmódom ellenére én nagyon sokáig fociztam, hivatásszerűen mondhatom azt pénzkereseti lehetőségként, futballoztam a főiskola mellett és az egyéb tanulmányai mellett, és aztán jött egy váltás, már nem éreztem kihívásnak a futballt, ami az a mai világban szerintem érthető és érezhető ez, hogy ki mit tesz le a porondra és miért, és úgy gondoltam, hogy ez már nem. Aztán jött az életbe egy új sport, egy új lehetőség, az új dolgok, a főiskola mellett jött a jégkorong, ami számomra nagyon meghatározó, és azt mondom, hogy ez az a olyan szertágazó sport, vagy olyan komoly megmérettetés nyújtó sport számomra, ami adta az ötletet, hogy ha már ezt nem is tudom olyan szinten, versenyszinten csinálni, mint az igazi profik, mint a nagy-nagy játékosok, akkor is kell valami kihívás az életben, és szerintem ehhez fejben meg kell érni, hogy egy ilyen futóversenyhez elinduljon az ember. És ha már elindulunk, akkor tapasztalunk, érzések, élmények jönnek, és én nem szeretek megállni ezeknél, hanem szeretnék valamit alkotni, és így jön az, hogy akkor csináljunk mi is ilyet. Nekem már a futballhoz képest is elég extrémnek tűnik az, hogy valaki Nyíregyházán jégkorongozik, vagy a jégkoronghoz van különösebb köze és kitartása ebben a sportban. Neked ez milyen szinten van, vagy te milyen szerepet tudsz itt betölteni ebben maga a sportágban? Az 14-5 éve alakult Nyíregyházán a Szabolcs Jégsport Egyesület, aminek én is tagja lettem, mint egyszerű első bálozó és csúszkáló fiatal legény, ahol már voltak idősebbek, de megalakult ez az egyesület, és mondhatom azt, hogy nagyon, nagyon komoly eredményeket ért el maga az egyesület, úgyhogy gyakorlatilag jégpályánk 2 éve létezik, 2018-ban, azt hiszem igen, akkor lett hivatalosan jégpályánk, és örül az egész város neki, és mindent hozzáad a város, és mi a felnőttek, akik ezzel foglalatoskodtunk, eljártunk Debrecenbe, ott edzettünk, és bajnokságokban elindultunk amatőr, majd aztán rendes bajnokságban elindultunk. És ugye az élet úgy hozta, hogy ha már versenyszinten nem is tudja az ember ennyire csinálni, akkor megpróbál ebbe belelátni és a sport közelében maradni, és akkor így a Szabolcsi Jégsport Egyesületnek én lettem az egyik edzője. Korcsolya tudás megvan, sportmód megvan, és akkor ehhez már a szakmai fejlődést meg hozzátették azok a szakemberek, akikhez el kell járni, és vizsgákat kell tenni, és ideig el lehet jutni. Úgyhogy így jött a jégkorong az életemben. Azért ezt mindenképpen már az elején le kell szögezni, hogy itt most a szabadidődről beszélünk. Tehát azért dolgozol a hétfőn. Mindenféleképpen így van. Nekem is van egy rendes hivatalos állásom, és ez amellett zajlik és történik, mind az edzések, mind az edzésekre járás, illetve ugye hétvégente vagy versenyre járunk, vagy pedig magukat, a gyerekeket visszük versenyeztetni, vagy pedig tervezünk, találjuk ki a mi versenyünket. És ez azért nekem fura, hogy valaki azt mondja, Nyíregyházi vagyok, Nyíregyházán élek, jégkorongedző vagyok.
mennyi időt veszel ez az életedből, és mennyit ad? Én nem tudnám ezt mondani, hogy így mennyit veszel az ember életéből. Ez azokat a pluszokat, mikor csillogó szemű gyerekeket látsz, és közte van az enyém is, és látod azt, hogy örömet és boldogságot okozol neki, és ezáltal a szüleinek, családjának, akkor az úgy mindent elfeledtet, és ezt ezáltal így tudja tolerálni a család is, hogy sokat vagyunk támol. De mennyi időt kell minimálisan rászánnod, hogy ez működőképes legyen? Ez gyakorlatilag heti 4 edzéssel toljuk a szezont végig. Ez októbertől márciusig tart gyakorlatilag nekünk a szezon, és még ebben egy-két hétvége is benne van, tehát úgy heti szinten vagy havi szinten egy-két hétvége benne van, amikor visszük a gyerekeket, tehát elég sok, azt mondom. De aki sportol, vagy valaha életében is sportolt, ő szerintem soha nem mér ilyen mércével. Neked kisfiad van, tehát ugye mindenképpen belefér a csapatban, úgy lányok jégkorongoznak? Mindenféleképpen gyönyörű szép lányaink vannak, nekünk vannak a legszebb lányok az egész földön és mezőnyben. Igen, nagyon sokan, egyre több lány van, aki eljön és megszereti, mivel hogy olyan védőfelszereléseket adunk rájuk, és nem féltik már az anyukák, már nem egy elérhetetlen sportág, mint amikor még mi kezdtük, már nem egy elérhetetlen dolog, és átlátják az anyukák azt, hogy nem sérülhet meg, semmivel nem különb, és veszélyesebb, mint egy bármilyen jellegű más sportág, mint mondjuk az atlétika, ott is meg lehet húzódni, ott is el lehet esni, és így azt mondják az anyukák, hogy hát persze, hát ha ezt tetszik a gyereknek, igen, az nagyon jó idő van, zárt fedett helyen, úgyhogy igen, és mindenkit bátorítok rá, hogy jöjjön, mert nagyon jó. És milyen a renoméja itt Magyarországon ennek a sportágnak? Hát Magyarországon a renoméja gyakorlatilag, én még azt mondom, hogy egy kicsit hitehagyottak vagyunk. Ugye mindenki Amerikához, Kanadához hasonlítja a világ elitjét, és ez így is van normális. Magyarország pont azon a szinten jár, hogy egy nagyon jó fejlődő állományban vagyunk, és én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 5-10 évben ott tudunk lenni a top elitben, abban a 16 csapatban, ahol igen. Mert én úgy látom, hogy szereted a kihívásokat azért rendesen, és ugye akkor jöttek a te életedbe is ezek a különleges futóversenyek, akadályokkal megtűzdelt futamok. Most van egy friss élményed is, néhány nappal ezelőtt érkeztél haza egy olyan versenyről, ami elmondásod szerint a hazai ős ilyen típusú verseny. Nem csak a hazai ős ilyen típusú verseny, ugye mindenkit láthatja már, hogy a Spartán részről van szó. Én azt gondolom, hogy a világon ez számít a top elitnek, ez a nevű verseny. Az, hogy milyen kihívásokat és milyen elemeket tartogat, az meg mindenki eldönti saját magának, hogy volt-e már jobban, vagy nem volt majd jobb versenyen, ami kisebb vagy nagyobb. Nagy Kanizsán volt most hétvégén egy verseny, ahol egy sprint számot, tehát egy ilyen 8-10 kilométer körüli számot, illetve egy középtávot rendeztek, ami 15 kilométerre sikerült, ebben 30 akadály volt, és azt kellett legyőzni minél rövidebb idő alatt. Itt voltál már? Tavaly is Nagykanizsán volt az évadnyitó verseny, akkor csak egy sprint szám volt. Igen, a terep nem volt ismeretlen, az akadályok sem ismeretlenek, mert nem az első. Én egy kicsit nagyobb kihívásra számítottam. Az akadályok tekintetében én egy kicsit azt érzem, hogy ők nem nagyon tudnak megújulni a szakági társakkal szemben. Hány embert vonzott ez a hétvégi verseny? Hát nem számoltam meg egyesével őket, mert nagyon sokan voltak, de én úgy gondolom, hogy egy ilyen 5-6 ezer ember biztos, hogy megmozdult a két nap alatt, mint versenyző. Az sok, nem? Szerintem rengeteg. Szerintem rengeteg, hogyha ennyi embert össze tud kovácsolni egy élmény, egy akarat, egy szellemiség. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó és követendő példa. Nekem olyan érzésem van ezekkel a versenyekkel kapcsolatban, illetve ha azokra gondolok, akik elindulnak egy-egy ilyen versenyen, hogy nem csak az akadályokkal küzdenek, hanem mintha önmagukkal is egy kicsit. Tehát, hogyha nem csak fizikai próbatétel ez, hanem egy pszichés is. Mindenféleképpen én azt gondolom, hogy, és ezért is említettem azt, hogy elsőnek fejben kell egy ilyen versenyre megérni. Az, hogy kitalálja az ember, hogy elinduljon egy ilyen versenyen, az az első, mert ahhoz is bohémnak kell lenni, hogy azt mondja, hogy nyakig kúszok a sárban és a fertőben és akár bármiben, és aláírok egy olyan papírt, hogyha netalán nem térek az, akkor is az én dolgom, mert ugye ezt mindenkivel aláíratják, mert felelősséget mindenki csak magáért vállalhat. De mégis egy olyan dolog, ami azt mondom, hogy kell, és igen, és jó. De nem voltak mindig ilyen versenyek, tehát az igény kialakult az emberekben, és
Lehet, hogy ez a rohanó világ érdekes, hogy pont idézőjelesen a rohanással tudja ellensúlyozni mindazt, ami a hétköznapokban történik, tehát ez a próbatétel, az, hogy meg tudom csinálni, bízom magamban, képes vagyok rá. Ugye ezeket az ösztönző gondolatokat nagyon sok helyen lehet olvasni, nagyon sok helyen jönnek szembe velünk, viszont azt gondolom, hogy ez így önmagában kevés. Tehát olyan erőnlétre van szükség, hogy ott azért az első egy-két akadálynál az ember ne menjen tönkre, és mondjuk végig igen. tudjon futni 15 kilométert akár. A sztereotípiák itt a nagykönyvekben, meg a minden egyes dolgokban, azokat itt el kell felejteni. Én azt gondolom, hogy légy bátor, meg gondolj arra, hogy nem fáj, nem fáj. Tehát, hogyha egyszer fáj valami, de az fájni fog 10 kilométer múlva is, tehát ha nem gondolok rá, akkor is fájni fog. Itt ami a legfontosabb, én azt gondolom, hogy az embernek saját magát kell legyőznie, és a mindennapokból, legalábbis én magamról tudok beszélni, szeretek kiszakadni olyan tekintetben, itt nem tud csörögni a telefonom, mert nem viszem magammal, nem tudnak pluszba zaklatni egyéb dolgokkal, maximum aki elfut mellettem, hogy jobbra vagy balra vagy én mellette elhaladok. És ott én vagyok, nem más, nem máson múlik az, hogy mit teljesítek, hanem csak magamon és az idővel, és az elemekkel kell megküzdeni. És tényleg azt tudom mondani, hogy itt a sztereotíp dolgok, hogy légy vidám, és figyelj erre, vagy figyelj arra a belső hangokra, meg mindent. Hát itt nem belső, itt belső-külső hangok vannak, mert mikor érzed, hogy szakad az izom, vagy nyúlik az a póló, vagy az a pulóver, arra figyelsz oda. De ez jó, ez megvan a sajátossága. Én azt gondolom, hogy aki még nem csinált ilyet, annak itt az ideje, hogy kipróbálja, legyen egy kicsit őrült és bohém, saját magát kell legyőznie mindenkinek. Te hogy mentél az első ilyen versenyre? És egyáltalán miért pont az volt az első? Nagyon régen megfogalmazódott bennem, hogy valami újat és lehetőséget kell kínálni a szervezetnek arra, hogy megújuljon. Mindig van egy olyan dolog, hogy csinál az ember valamit, és egy kicsit belefásul, beleöregszik. Szeret az ember futni, mert aktív, mert jó, mert ezt látja a tévében, a rádióban, a médiában. Teljesen jó dolog, de kell valami új, és én ebben láttam meg a lehetőséget, hogy hát én futni nem nagyon szeretek, nem is tudok, fáj minden porcikám, viszont gyerekként sokat másztam fára, ügyes voltam, és úgy gondoltam, hogy ez nem biztos, hogy rossz dolog nekem. És hát én is, mint más, azért nem vagyok mai csirke már, de küzdök egy-két sérüléssel, amit a múltból hoztam. Van egy hatalmas gerincsérmem, amit mindenféle tornával, meg mindennek kordában lehet tartani. És ez pont arra volt elég, hogy megerősödjek ahhoz, hogy egy ilyen versenyen el tudjak indulni. Hol volt az első versenyed? Az első versenyem az Nyírbátorban volt. Ez egy saját rendezésű verseny volt. Ez a Dragon Race nevezetű telepakadályfutó verseny, amiről majd biztosan fogunk is beszélni. Ez egy saját kezdeményezés volt. Akkor most beszéljünk erről, rendben. Hogy egyáltalán miért van ez? Hiszen annyi ilyen verseny van már, mint elmondtad te is. Nagyon sok ilyen verseny van, de a megújulás és a megújulásnak a lehetősége benne van ezekben a versenyekben. Tehát többet, szebbet és jobbat nyújtani az embereknek. Én ezekben a nagy nemzetközi versenyekben, ami ugye külföldön is van, nekem az emberközeliség hiányzik. Az én versenyemben, vagy a mi versenyünkben meg pont ez van meg. Gyere el, hozd el a családodat, érezzétek jól magatokat, és az egész napot töltsd el velünk. Itt futunk egy jót, vagy egy rosszat, ki hogyan éli meg, fáj, nem fáj, bármi történhet vele, vége a napnak és mész haza. Vagy lefutottad a 2 órán belül a távodat, vagy 1 órán belül, ahogyan sikerült, és összepakolsz a sáros ruháddal és mész haza. Nálunk nem így van. Terepszinten tud-e valami más nyújtani a Dragon terepe, mint a többi verseny? Nálunk sajnos, mivel hogy Szabolcs megyei kötődésű, ugye Nyírbátor, illetve tudjuk azt, hogy itt hegyről nem nagyon beszélgetünk, még Dombocskáról sem, tehát mi szintemelkedést nem tudunk beletenni. Én azt gondolom, egy ilyen spártán versenynek a különbsége igazándiból csak ennyi, hogy ők tudnak szintet hozzáadni. Feladatot, akadályt, újat én azt gondolom, hogy nem tudnak nyújtani már. Szerintem, aki már volt ilyen versenyen, vagy több ilyen versenyen volt, vagy hasonló szakákbeli versenyeken, ugyanezt tudja elmondani, vagy tudná elmondani. Akkor kreatívnak kell lenni. Így van. És még elég kreatívak vagyunk ahhoz, hogy jól süljön el, illetve olyan feladatok vannak kitalálva, úgy vannak egymás mögé helyezve a feladatok, hogy az azért lesz érdekes, illetve kimerítő, mert úgy vannak kitalálva a feladatok. És azt mondom, hogy egyedülálló dolgokat találunk, tehát olyan dolgaink vannak, ami a világon nincsen. Aha.
akkor te nem csak a pályán küzdesz, amikor már összeállt a pálya, hanem még előtte, amíg szervezel, addig is küzdesz. Mennyi idő az, amíg egy verseny elhiteti a nagy közönséggel, hogy igen, van, meg hogy lesz is, tehát hogy úgy jegyezni kell? Hát nagyon nehéz ezt megmondani. Én azt gondolom, hogy mint egy jó vállalkozásnak azért 3-4 évre mindenféleképpen szüksége most van. Most már a harmadik lesz, ugye? A harmadik nyári versenyünk lesz, mert közben már csináltunk egy téli versenyt is, aminek viszont fantasztikus sikere volt. Ez volt a Dragon Race and Ice nevezetű versenyt kapott, és ott is egyedülálló dolog volt, mert ilyen a világon még nem volt, hogy termálmedencében van befutó. Tehát ilyen... És már ott nem csak magyarul beszélő emberek hát voltak. Hát azért már eljutottunk arra a szintre, hogy Szlovákiából, Romániából érkezzenek emberkik. Úgyhogy ez rettentően pozitív. Én azt gondolom, hogy a 3-4 évnek el kell tárni ahhoz, hogy az emberek elhiggyék, hogy egy ilyen versenynek létjogosultsága van, illetve hogy megismerjék azt, hogy ez nem csak egy ilyen futottak még kategóriájú verseny. Te nagyon sok olyan versenyzőt ismersz, akik megfordulnak ilyen akadály versenyeken, hiszen többek között az is lenne a cél, hogy ők mindenképpen ott legyenek. Itt már vannak Magyarországon, akár a térségben is húzó nevek. Tehát akik nagy versenyeken kimagasló eredményeket érnek el, őket azért jegyzik, őket figyelik. Mit gondolsz, hogy egy esztendőben, ha így gondolkodunk, hány ilyen típusú verseny férhet bele egy ember életébe? Hát vannak olyan emberek, akiknek nagyon sok fér bele, mert ugye a szakákban a legnagyobb név itt a környékünkön a Vitkai Elemér. Őt azért magasan ki lehet emelni. Ő ugye Izlandon saját kategóriájában az 50 pluszban világbajnok lett, és le a kalappal is, és ha én 50 évesen ezt tudnám nyújtani, mint amit ő, akkor fantasztikus lenne, és örülnék neki. Nehéz erre mit mondani. De ilyen 30 gondolom, akárhány verseny? Mennyi férhet bele egy évben? Hát Elemérnek 36-38 versenye van egy évben. És akkor ez azt jelenti, hogy a saját versenyeik, illetve az országon belül összes olyan OCR versenyre elmegy, amire tud, illetve a szponzorai, illetve a lehetősége egyek. Ugye ezek pénzdíjas versenyek, tehát nekünk kell fizetni azért, hogy jól összekoszolhassuk magunkat. De hát az élmény az feledhetetlen, amit utána nyújt. Én azt gondolom, hogy egy ilyen 30-40 verseny, de akkor aztán kimaxolja az ember magát teljesen. Mennyit lehet elvárni egy embertől, aki a dudára vagy a sípszóra elindul a rajtnál? Tehát mennyi várható el egy embertől? Akár időben is gondolkodhatunk. Nagyon nehéz, mindig a pálya és a feladatok adják meg. Hát csak azért kérdezem, hogy mindenféle ember van ott, aki már sok ilyen versenyen volt, és biztos, igen, hogy mindig vannak olyanok is, akiknek az az első. Tőli kategóriákat szoktunk belülni egy-egy adott versenyen, hogy mennyi a minimum idő, ami alatt lehet teljesíteni. Ugye ezeken a saját versenyeimen, illetve mások is, akik ilyet csinálnak, végigfutják ezt a versenytávot, és akkor az egy referencia időt, hogy mennyi idő alatt lehet ezt megcsinálni, és mennyi a maximum idő. Ugye itt azért komoly stábban dolgozik mindenki, illetve mi is azért 60-70 emberrel dolgozunk, akik segítenek rajta, ott vannak a versenyzőket, kísérik is, és egyéb ilyen jellegű dolgok. Tehát őnekik is tudni kell, hogy mikor van vége a napnak, mikor kell azt mondani a versenyzőnek, hogy itt véget ért a feladat, és nem mehetsz tovább, mert már veszélyes a te. Tehát senkit nem szeretnénk elpusztítani, inkább azt mondjuk, hogy álljál meg, és akkor visszaviszünk a rendezvény központjára, a fesztivál területre. Én azt gondolom, hogy egy ilyen sprint távot azért maximum 3 órán belül azért illik befejezni. Ha nem sikerül, akkor ott egyéb sérülés, vagy bármi jöhet be. Egy-egy ilyen bíz szuper távok azért akár 7 órán keresztül is elmehetnek, ez edzettség függvénye, hogy kinek hogyan. Ami nekem egy óra, az másnak lehet 2, ami nekem egy óra, az másnak lehet 30 perc. Nincs két egyforma dolog, lehet én rosszul lépek egy akadálynál, bármi. Tehát ez ezért érdekes ez a dolog. Tehát itt nagyon ott kell lenni testben és fejben együtt, mert akkor tudsz komplex lenni. Nem elég, ha jól futsz, nem elég, ha jól mászol, hanem komplexnek kell lenni. Szerinted, ha valaki elmegy egy ilyen versenyre, akkor elmegy még sok másikra is, vagy az is lehet, hogy egyetlen egy ilyen versenyt él meg az ember? Nagyon nehéz, hogyha valakit csak úgy elhúznak magunkkal, hogy nagyon jó lesz, én szeretem, te is szeretni fogod, az nem biztos, de aki önszántából rászánja magát, és egy jó közegben találja magát, akkor szerintem igen, akkor visszatérő, illetve visszajáró lesz, és vágyja ezeket a feladatokat.
Én szerintem 98%-ában visszatér. Valamilyen formájában ott van. Nem azt mondom, hogy minden egyes részét, tehát a leghosszabb távon is el fog indulni, de hogy valamilyen formájában a közelében marad ezeknek a versenyeknek, az biztos. Azt látom az utóbbi időben, hogy azok a felnőttek, anyukák, apukák, akik már szerelmesei ennek az extrém sportnak, a gyerekeiket is viszik, és a gyerekek is elindulnak. Így van, nekünk is van egy úgynevezett Dragon Junior futamunk, ami majdnem 2 kilométer, van benne 15 akadály a lurkóknak, és itt nemtől kortól függetlenül 14 éves korig elindulhatnak a lurkók, ők is gyönyörű szép befutójermet kapnak, pólót kapnak, és rettentően örülnek. Ez azért is jó, mert én azt gondolom, hogy a mai rohanó világban a gyereknek az a legegyszerűbb, hogy fog egy telefont és üldögél a fotelba, és nyomkodja, vagy egy táblagépet, és ezáltal a sportos szülők, illetve azok a szülők, akik nem feltétlenül sportosak, de a gyerek akar szaladni, és elmegy vele, mert itt a szülő elkísérheti. És azt gondolom, egy jó irányt tudunk mutatni azoknak a szülőknek, gyerekeknek, vagy apukáknak, anyukáknak, akik, hogy na így kéne. Azok a gyerekek nagyon szerencsések lehetnek, akik ilyen példát látnak, és ilyen remekül edzett sportos szüleik vannak, le a kalappal. Ha azt szeretném megkérdezni, hogy Magyarországon melyik a legprofibb pálya, verseny, ami frissül, ami nagyon meg van csinálva. Tudsz-e ilyet? Nehéz ezt megmondani. Nyilván nagy merészség lenne azt mondani a sajátomra, hogy ez a legjobb. Én azt gondolom, hogy a szakákban két olyan verseny van, aki mindig meg tud újulni. Ők az extrém térsek, ők Tokaj és környékén csinálnak mindig olyan versenyeket, ami azt gondolom, hogy nagyon komoly kihívás, és mind a feladatok, mind a pályavonal jelölése azt mutatja azt, hogy ők igen, sok ilyen versenyen vesznek részt, és minden apró részletre odafigyelnek. Tehát odafigyelnek arra, hogy ahonnan elindulunk, annak milyen a közege, és mennyire élhető ez a nevezések, gördülékeny legyen, hol tudsz parkolni. Ezek nagyon-nagyon fontosak. A másodszorban pedig a saját rendezésem, a Dragon részre mondhatom azt, hogy azért is vagyunk újak meg többek, mert minden egyes versenyen 6 új akadályt csinálunk. Tehát teljesen új jellegű, új feladat, másik szögből, másik irányból, ami nincs. És ez vonza az embereket oda, hogy igenis akkor eljövök újra, és megpróbálom. Nyilván vonzó egy nagy koncert is utána, meg egy éjszakai fürdőzés is, hogy tud pihenni az ember, meg ott tudja hagyni a családját, de kell a kihívás az embereknek. Nekem 10-akárhanyadik versenyemen vagyok túl a spártánok történetében, ami nem egy sok szám, mert van, aki már több százalékon túl van. Ezen a 16 versenyen 16 ugyanolyan akadálysorozattal találkoztam. Nem mindig tudom megcsinálni mindet, de tudom, hogy hogyan induljak neki. És szerintem az a kihívás, hogyha megállok előtt és elgondolkodom, hogy na most ezt most kézzel, vagy lábbal, vagy most mit kezdjek én vele. És én azt gondolom, hogy ettől vagyunk egy kicsit többek. Nem. Meg ettől szeretnénk egy kicsit többek lenni. Nem volt nagy merészség. Hát a gondolatnak biztos örültél, amikor eszedbe jutott, hogy hú, de jó lenne egy ilyen. De aztán ugye ezt tényleg össze kell rakni, ki kell találni. Tehát benne volt a pakliba, hogy esetleg nem jön össze, nem? Ez mai napig benne van a pakliban, hogy ez nem jön össze, de én azt gondolom, hogy vagyok annyira agilis és kitartó, hogy ennek össze kell jönnie, és szeretnénk, ha ennyi év lesz mögöttünk, és ennyi évig meg tudunk újulni, mint mondjuk egy ilyen spártános verseny, akkor lesznek nálunk is 4-5 ezeren, én azt gondolom. Nagy merészség ezt mondani, de hát miért nem mernénk nagyot álmodni. Most mi gyúrunk az 5-600 emberre. Bátrak vagyunk, így van. A sárkány velünk van, van, akinek sikerül legyőznie, van, akinek nem, de ezek a kihívások éltetnek, illetve motiválnak. Nagyon szépek egyébként ezek az érmek, amit ugye mindenki megkap, aki igen, végig megy a pályán. Aztán az már más kérdés, hogy aki olyan egyéni teljesítmény nyújt, amely elég az elsőséghez, nyilván ők egy más elismerésben is részesülnek. Ha jól tudom, ezek saját tervezésű, igen, saját elképzelés alapján elkészülő darabok. Mindenféleképpen a nálunk lévő dolgokat, azokat a sok más egyéb dolog mellett az érmeket és a pólókat is én tervezem. Én találom ki és töltöm vele
hosszú-hosszú órákat a tervező csapata, hogy ez most nem oda, ebből többet, ebből kevesebbet. Amikor éppen nem jégkorong ütő van. Amikor éppen nem jégkorongozom, vagy nem játékvezető vagyok, vagy éppen nem a sajátomat csinálom, igen. De ez egy hálás dolog, mert sok száz embernek a nyakában látni, ez nagyon-nagyon jó dolog. És az embereknek ez nagyon fontos, hogy minden évben újat és újat kapjanak. Lehetne minden évben ugyanaz. Nyilván akkor is megcsinálta, és akkor is eljönne, de a szájéz teljesen más lenne, és nekem is teljesen más. Pontosak a részletek. Ezek trófeák valahol. Igen. Te is gyűjtöd ezeket. Mindenféleképpen. Még a saját fala nem készült el, mert arra nincs idő, hogy elkészüljön. De igen, gyűjtöm őket. Hogy tervezed a következő saját rendezésű versenyt is végigcsinálod, vagy neked bőven elég, hogyha kitalálod és kivitelezitek? Én egy-egy saját pályát körülbelül 10-15 alkalommal futom, járom végig, mire rákerül a pont az íre, hogy na akkor ez lesz a pályának a nyomvonala, és napközben nincs időm rá és lehetőségem rá, hogy én is teljesítsem ezt az egészet. Az elsőnél még volt, mert ugye nem voltunk nagy számban, de most már nincs lehetőség rá, most már sokan vagyunk, sok emberrel kell folyamatosan kontaktálni, illetve a protokoll vendégeket, illetve az olyan versenyzőket, mint a Vitkai vagy a Rozsnyai Robi, akik tényleg az olyan fotótársadalomban vannak, őket úgymond delegálni egy kicsit, ide menjél, fotósodzon, amennyi, mert ez fontos. Tehát ez bárki számára fontos, ha egy olyan ember megtiszteli a versenyünket, egy világbajnok, vagy egy olyan Krav maga edző, vagy egy olyan tréner, aki tudom, hogy a világban jártas és a világ elismeri, arra mi is kiemelt figyelmet fordítunk, és igenis készítünk vele interjút, igenis készítünk vele közös képet, selfit, mert ez nagyon fontos számunkra is. Hát ez a telik az idő, ugye tavasz van, és azonnal itt a nyár, és jön a következő verseny, lehet tudni a pontos dátumot? Így van, 7. 27-én lesz a Dragon Race 3.0, ugye a harmadik nyári versenyünk, és ez e hónap 15-én el is indítjuk a nevezést, és ez nem áprilisi tréfa. Köszönöm szépen, Zoli, hogy itt voltál, és sikereket kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt az Életvitál. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. A műsor helyszínét a nyíregyházi John Bull Pub biztosította.